Na hello, hello, sziasztok srácok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban, és egy nagyon-nagyon örömteli hírrel kell, hogy szolgáljak nektek, ugyanis végre valahára kijött a Season 4 a Fortnite-ban, és ezt fogjuk most megnézni, egy kicsit elemezni, meg fogjuk nézni a Battle Pass-hoz, meg is fogjuk vásárolni, illetve egy kicsit át fogjuk nézni az egész sztori, ez most honnan jött, meg milyen témák voltak, és hogy jutottunk el gyakorlatilag a folyamatos, hát nem is tudom, hitegetések és fantáziálások után végre valahára a tényekhez. Úgyhogy hát remélem, hogy élvezni fogjátok, és tartsatok velem. Annyit még előjáróba szeretnék mondani, srácok, mert biztos sokatokban megfogalmazódott az a kérdés, hogy miért is van rajtam napszemüveg, hiszen itt vagyok a szobában. Hát az az igazság, hogy eléggé kialvatlan napom volt, úgyhogy jobbnak láttam azt, srácok, hogyha inkább napszemekben fogjuk ezt a napot prezentálni most, úgyhogy szórakozzatok jól, és hát tartsatok velem. Na srácok, itt is vagyunk a Twitteren, tulajdonképpen ugye emlékezhettek rá, hogy körülbelül már egy, nem tudom, egy másfél hete megjelent a Fortnite-ban ez a nagyon durva hype, amikor is elkezdtek kommunikálni ilyen dolgokat, hogy majd Tiltidre fog ráesni egy, nem tudom, egy meteor, és szét fog mindent rombolni, mert hogy Tiltidben nagyon sokan ugráltak, és ezt szerették volna egy kicsit meggátolni, lerontani a lootokat, stb. Akkor volt egy olyan teória, hogy nem is oda fog esni, meg nem is mondjuk meteor fog esni, hanem egy űrhajó fog lecsapódni, és az űrhajóból fognak majd különböző szörnyek, ilyen alienek kimászni, és azok fogják ellepni az egész mappot. Akkor volt olyan is, hogy nem tudom én, hősök lesznek, akkor igen, meteor lesz valamelyik teljesen különálló dologra, mint például Dusty Depot, leesik a meteor, és akkor mindenhonnan majd jönnek ki ott is a hősök, és elárasztják az egész térképet. Na és akkor eljutottunk most ide, ugye többszöri találgatások és különböző, hát ugye most mindenhol azt láttuk az interneten, így a magyar live-olok körében legalábbis én ott tudok nyilatkozni, a külföldieket annyira nem nagyon nézek, hogy mindenki ugye próbálgatott találgatni, szedte az információkat össze-vissza, és különböző címeket adott neki, hogy most akkor itt fog esni a meteor, most ott fog esni, most meteorzápor van, most mit tudom én, és végre valahára elérkeztünk oda, hogy véglegesíthetjük azt a teóriát, ami éppen, hát nem is tudom, kérdéses volt. Úgyhogy hát vágjunk is bele, először is az Epic Games adott nekünk egy videót, avval kezdődik igazából a Season 4, úgyhogy ezt nézzük is meg, itt vagyunk a Twitterén, úgyhogy én ezt most kifogom nagyítani, és hát le fogom pauzelni, és meg fogjuk nyitni, srácok. Úgyhogy ezt nézzük meg együtt, és akkor kiértékeljük, jó? Na, remélem, hogy készen álltok, indítsuk. Eddig még ugye UFO feeling. The world will never be the same. Brace for impact. Oho. Hát azért ebben elég sok minden kiderült. Szám szerint az, hogy akkor igazából nem is egy meteor volt, hanem egy űrhajó. Ugye ez is benne volt a teóriák között. És innentől kezdve viszont, ami már mindenkinek fix, az tulajdonképpen az, hogy nem szörnyek lesznek, nem alienek, tehát idegenek, hanem hősök. Battle Pass-zal meg is lehet már ezt tekinteni egyébként, hogy mik azok a hősök, amik jelen pillanatban elérhetőek lesznek már a Battle Pass-zal, ezt most meg fogjuk nézni, illetve hát megpróbálunk egy kicsit elébe menni, és még megnézni egy-két hőst, ami esetleg nincsen benne, vagy most lesz benne. Úgyhogy menjünk tovább a játékba, és nézzük meg, hogy mit ad a Battle Pass tulajdonképpen, és érdemes egyáltalán megvennetek. Na itt is vagyunk a játékban, srácok, és hát amint láthatjátok, elsőre gyakorlatilag az jön le a videó után, hogyha mondjuk először nyitottátok meg, akkor azt a videót fogjátok látni, ugye, amit az előbb megnéztünk. Ami után vége van a videónak, ez a kép fog titeket fogadni, vagy már fogadott, kinek hogy. Hát ugye az egész átalakult. Lett egy tök jó kis új hátterünk, ami gyakorlatilag a becsapódást mutatja, illetve a becsapódásnak a helyszínét. És hát egy kicsit ilyen sötétebb lett az egész. Nem tudom, nekem egyébként nagyon tetszik. Kezdjük azzal, hogy vegyük meg a Battle Pass-t, és nézzük meg, hogy egyáltalán mit ad. Úgyhogy én most ezt gyorsan be is szerzem. Én a bundle-t szoktam megvenni,
Pontosan azért, mert azoknak ajánlom egyébként a bandőt, és én is ezek közé tartozom, akiknek mondjuk nincsen annyi idejük játszani, mert mondjuk foglalkoznak mással is, vagy van más dolguk is, vagy más játékkal is játszanak, stb. Stb. Viszont elég jól tudsz vele haladni. Annak az embernek, vagy azoknak az embereknek viszont bőven jó a sima, akik mondjuk csak ezzel játszanak, vagy csak tudnak ezzel foglalkozni. Jézusom, mennyi mindent kapsz. Azt a betyárját. Na, ezeket majd mindjárt át fogjuk nézni. És ugye alapból így, hogy ez megvan, a 32-es tírnél kezded. Na nézzük, hogy mit ad a híres, nevezetes Season 4-es Battle Pass. Ugye alapjáraton két skinnel fogunk kezdeni. Van egy Carbide, remélem, hogy jól mondom a nevét. Ő így néz ki. Hát nem rossz. Nem rossz azért. Eléggé hasonlít a végén levő hőshöz, majd ne felejtsétek el, hogy összehasonlítjuk. És van egy Battle Hawk nevezetű hős. Ebből is volt egy kis teória, hogy most akkor a hősök Marvelesek lesznek, vagy DC-sek. Én megmondom őszintén, azt hittem, hogy DC-sek lesznek, hiszen nagyon-nagyon sok poszt jött ki arról, hogy mit tudom én, Flash, Wonder Woman, meg nem tudom, Aquaman, meg nem tudom, hogy kik voltak még ott. Viszont kiderült, hogy az Epic Games saját hősöket fog teremteni. Nyilvánvalóan valahonnan veszik ezeket a hős alapanyagokat. Mint például azért ez a Battle Hawk is valószínűleg a sima Hawk-ként üzemel. Kicsit átalakítva, legalábbis én ezt gondolom. Na mindegy, az a lényeg, hogy valamennyi alapja biztos, hogy van a hősöknek, de mégis valamilyen szinten egyediek lesznek az Epic Games-es hősök, ami nem feltétlenül baj, mert lesznek benne nagyon jók, majd azért fogok még mutatni egy párat, végig fogunk menni. Szóval ezt a kettőt láttuk eddig, kapjuk az XP-ket, kapjuk a tíreket, kapjuk az ikonokat ugye mellé. Ó, spré, gyerekek! Na eddig spré nem volt. Föl lehet festeni a falra? Aha. Van egy jó kis háttér. Ez nem rossz. Ez mondjuk nem néz ki rosszul, ezt is már megkapod a naggyal. Akkor... kamera... rainbow, ez is falfesték. Ugye a falfestékek most jöttek be, én ha jól emlékszem, akkor eddig nem voltak. Igen, most nagyon bejöttek ezek a falfestékek. Ó, szívecskés. Kutyatál. Jézusom. Na itt az újabb hősünk, Technik. Ez mondjuk elég jól néz ki, ez ilyen grafitis csaj. És megy is hozzá. Tehát mondjuk, aki ilyen karakterrel megy, az arra barom jól néznek ki ezek a falfestékek. Hoppá, kaptunk egy új esést is. Aha, ez sem rossz. Na nézzük, mi van még. Hoppá, hoppá, van táncunk is. Van, ismerős nekem ez a tánc, gyerekek. Kiskacsa. Jó van, háttérkép. Falfesték, oké. Hoppá! Ó, ez nagyon király, ez nagyon adja, srácok, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Na nézzük, ezeket kaptuk meg idáig, és miket lehet még szerezni. Azt is meg akarom nézni majd, hogy hány V-Buckot lehet kifarmolni egyébként egy Battle Pass alatt. Looted, wow, de jó, ez király, ez jó az a falfesték, ezt fogom használni. Hoppá! Zoe! Lollipopper. Na ez mondjuk a Zoe-val együtt fog kijönni. Gondolom én, de ezt is a Battle Pass alatt meg lehet már szerezni. Hát figyelj, ez se néz ki rosszul, egy kis mini szoknyája van. Ilyen csajos, ez kicsi csajos. Mondjuk én szeretem a hölgy karaktereket. Na nézzük a táncot. Ó, ennyi. Ajaj. Na milyen falfesték van még? Na ez jól néz ki, srácok. Ez jól néz ki. Na, kis táska. Oké. Okay. Ez is jó. Na nézzük, V-Buck. Oké, okay, itt semmi extra. Nagyon sok falfesték van most. Hoppá, hoppá, hoppá. Na itt van a Wonder Woman-nek situált valor. Nem rossz. Én azt mondom, nem rossz, srácok. Mondjuk megvenni azért nem venném meg, megmondom őszintén. Menjünk tovább. Akkor kiderült már a kis Wonder Womanunk. Ez jól néz ki. Ez bizony jól néz ki. Hoppá, ott is van egy hősünk, meg egy esésünk is. Ez is jól néz ki az esés, gyerekek. Mondjuk ez már 84-es. Ez már elég beteg. Squad Leader! Hát nem tudom.
Hát nem tudom, az annyira nem tetszik az a squad leader nekem, megmondom, hogy itt azért Ravenem, ez király. Na nézzük a táncot. Az ilyen travoltás feeling. Ez jó. Ez tetszik. Mostanában elkezdtek egyre több, hosszabb táncot kihozni. Na és itt van a fő. Na látjátok? Itt az Omega. És az elején, hogyha visszatekerünk a legelejére, jegyezzétek meg ezt. Tehát gyakorlatilag majdnem ugyanaz. A kettő. Csak ő egy kicsivel, hát nem tudom, durvább. Mondjuk megmondom őszintén, nekem a John Wick azért így jobban tetszett az előzőben. Ez az Omega az annyira nem tudom. Jó, nem rossz, de biztos, hogy nem fogom ezt használni egyébként. Na, hát srácok, írjátok le a véleményeteket, hogy szerintetek melyik a legjobb skin, amit jelenleg a Battle Passból kaptok. Írjátok le azt is kommentben, hogy ti meg fogjátok-e vásárolni a Battle Pass, illetve nagyon kíváncsi vagyok arra is, és azt is írjátok le, légy szíves, hogy szerintetek megéri-e megvásárolni a Battle Pass. Én azt mondom egyébként, hogy megéri, hiszen rengeteg skint, rengeteg V-Buckot kapsz, most számoljuk meg, mennyit kapsz összesen, jó? Tehát itt kapsz 100-at, 200-at, 300-at, 400-at, 500-at, 700-at, 800-at, 900-at, 1000-et, 1001, 1002, 1003, 1004, 1500 V-Buckot kapsz. 1500 V-Buckot kapsz. Mennyire vettük meg? 2800-ért. Tehát ha nagyot veszed, a fele alapból visszajön. És sőt, még hogyha a skineket bele fogod venni, amiket egyébként meg fogsz kapni ingyen, de például itt a Lega skin baromi drágák lesznek, biztos vagyok benne, akkor az jelentős. Jelentős többletet jelent. Szóval én azt mondom első körbe, hogy megéri megvenni a Battle Pass-t, sőt, megéri megvenni a nagy Battle Pass-t is, hogyha gyorsabban szeretnéd végvinni, de én azt ajánlom, hogy vegyétek a kicsit, szerintem sokkal egyszerűbb. Srácok, remélem, hogy tetszett ez a videó, remélem, hogy nagyjából jól össze tudtam nektek foglalni, hogy tulajdonképpen miről is szól ez a mostani season, illetve megnéztük a Battle Pass-t is, remélem, hogy tetszett nektek, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és hát akinek tetszett a videó, mindenképpen dobjon egy lájkot, iratkozzon fel a csatornára, és hát várlak bennetek legközelebb is egy live-ra vagy egy videóval. Én Jussu voltam, nézzétek meg az Instagramot. Sziasztok!